Röszke Község Egészségvédő Egyesületének az Emberi Erőforrások Minisztériuma által támogatott Az légy, aki szeretnél lenni életmódtábor Röszkén című pályázata befejeződött. A fiatalok számára kidolgozott programsorozat tematikusan mutatta be a fiatalok számára az egészséges életmóddal, az egészségmegőrzéssel kapcsolatos tudnivalókat. A foglalkozások 2013. szeptemberében indultak. A projekt záró rendezvényére 2014. március 6-án került sor, ahol a programban résztvevő helyi általános iskola 6., 7. és 8. osztályos tanulói csemegézésre várták a meghívottakat egészséges parti ételekkel. Továbbá a 6. osztályos lányok hip-hop tánc bemutatóval készültek. 6., 7., 8. osztályosokat céloztunk meg, olyan programokat szerveztünk, és ezt írtuk le a pályázatban, ami a szabadidős tevékenységekhez nyújt segítséget, megszervezéséhez nyújt segítséget, illetve olyan csemegéket, ételeket készítünk, ami megint csak az egészséges életmódhoz tartozik, a táplálkozáshoz. Milyen programokon vettetek részt? Hát úszás, főzés. Voltam úszáson, vetítésen, főzőskézésen, és ennyi. És melyik tetszett a legjobban? Hát nekem az úszás. Nekem is az úszás. És miért? Hát ez olyan vidám, ez jó. Azért, mert ott többen voltunk, több ideig, és ott barátokkal együtt. Mivel készültetek a mai eseményre? Egy hip-hopos tánccal, amilyen 3 és 4 perc között van. És hányan vagytok a csapatban? 8 és Edina. Indultak tanfolyamok is, melyek ezek? Az egyik tanfolyam az a mozgásra épült. Először egy tornacsarnokos, egész délelőttöt töltöttünk, és ott mindenféle mozgásos játékokat terveztünk, kerékpározást is, de azt az eső miatt elmaradt. Tehát ahelyett majd jégkorcsolyázni visszük még a gyerekeket március hónapban, illetve táncot terveztünk, és ők hip-hopot választottak, aminek most bemutatója is lesz a záró rendezvényen, és ehhez kapcsolódóan pedig főzőcskéztünk. Úsztunk is Mórahalmi Erzsébet fürdőbe, 8 alkalommal úsztunk, a 6., 7., 8. osztályosok elsősorban, és belőlük tevődött össze, ki, mikor, mert pont a mozgásos része, az úszós része az a felvételik időszakára esett, a különböző tanulmányi versenyek időszakára, tehát nagyon nehéz volt összehozni szombatonként ezt a programot. A programsorozatokon hányan vettek részt? Hát változó volt a létszám, olyan 20 körüli. Miért volt szükség erre a programsorozatra, miért tartották fontosnak? Hát szerettük volna a gyerekeket kimozdítani a számítógép elől, és a tévénézésről szerettük volna megmutatni, hogy közösségben milyen jó együtt mozogni, milyen jó együtt főzni, és ezért gondoltuk ezt a pályázatot. Hogyan tudtak segíteni a szülők a programsorozat alatt? Az előkészületekben segítettünk leginkább, a zöldségek, gyümölcsök földolgozásában, főzéskor, és a kíséretben, hogyha a programokon való részvételhez kísértük a gyerekeket. Ő mit gondol, hogy miért volt fontos ez a pályázat a gyerekek számára? Az elsődleges cél az egészséges életmódra nevelés, és hát egy közösségé kovácsolódtak a rendezvények során, és jól érezték magukat nagyon. Ma mi kerül a műsor palettára? Ma először egy vetítéssel kezdünk, amikor az egész programot fényképekkel keresztül felelevítjük és bemutatjuk a szülőknek és a jelenlevőknek. Utána bemutatják a hip-hop táncosok azt a kis koreográfiát, amit az elmúlt 8 alkalommal megtanultak. Végül pedig egy parti étkekből kínálgatunk mindenfélét, amit előtte 2 órától a tankonyhában a gyerekek készítettek.